Egyre aktívabbá válik a nap, ahogy haladunk a jelenlegi napciklus maximuma felé. A napciklus erőssége már most bőven lekörözte az előzőt. A napfoltok száma is jóval magasabb, mint az előző napciklusnál. Utoljára 23 éve volt olyan sok napfolt a központi csillagunkon, mint most. Mindez befolyásolhatja az űridőjárást, geomágneses viharok kialakulását okozza, és a Földre is hatást gyakorol. Elkezd változni, alakulni a Föld mágneses tere, és hát a Földön ebből aztán mindenféle galiba tud sülni. Például leginkább, amitől jogosan kell férnünk, hogy egy-egy ilyen komoly geomágneses vihar áramkimaradásokat okozhat, az elektronikus eszközökben is működési zavarokat, sőt, extrém esetben tönkremenetelhez is vezethet, úgyhogy ez most egyébként egy aktuális komoly probléma, és erre van az űridőjárás, egy előrejelzés egyébként kitalálva. Az űridőjárás jelző állomások az érkező napvihart és annak mértékét jelzik, a napciklus erősségének azonban szemmel látható jele is van, ez a sarki fény. Idén már 9, tavaly pedig 13 alkalommal lehetett észlelni hazánk fölött. Szabad szemmel könnyen észlelhető vöröses bíboros színekben pompázó Aurora Borealist láthattunk decemberben és májusban Kecskeméten is. Hasonló, mint egy 100 kilométer magasan képződött fényekre lehet számítani a következő években is. Ezek általában a mágneses porulások környékén alakulnak ki, hiszen a Föld mágneses tere gyakorlatilag itt éri el a Föld légkörét, és nem az összes töltött részecske, ami a napból érkezik, térül el, valamennyit befog rapságba ejt a Föld mágneses tere, és ezek a részecskék a mágneses pólusok közelébe be tudnak jutni a légkörbe. És itt jön a légkör szerepe, ezek a részecskék ütköznek a légkörnek a molekuláival, a részecskeivel. A Benkó Zoltán Szabadidőközpont szombati eseményén a hullott csillagok éjszakája 18 órai kezdése során, ha sarki fényt nem is, de az aktív naptevékenységet megfigyelhetik az érdeklődők a planetárium távcsöveivel.